tartják a búzát, valahogy Őrmoson Sopron megyében a mezőgazdasági termékeket is érinti a szigorítás, a fideszes módosító javaslata tisztességtelen forgalmazói magatartást tiltja meg mostantól. A friss magyar tejnek a törvényi preferálása az összességében a magyar vásárlóknak biztonságosabb árut jelent, egészségesebb terméket jelent, és kedvezőbb árat is biztosít. Az alapjában véve jó törvény apró módosításainak kedvező hatásait sorolja a fideszes országgyűlési képviselő, Kara Ákos törvénymódosítást beterjesztő képviselőtársával együtt számolt be az újságíróknak arról, hogy miért fontos tisztességesebbé tenni a hazai forgalmazói magatartást. A magyar termelők számára nagyobb lehetőség nyílik. Tulajdonképpen most állna helyre a rend, tehát a magyar termelők most kerülnének ugyanolyan helyzetbe, mint a külföldi versenytársaik. Elsősorban a nagy cégek szokták azt alkalmazni, hogy import árut hoznak, teljes esetében különösen igaz ez az üzletekbe, olcsó áron, ezzel becsábítják a vevőket, és természetesen más árukon megkeresik az árát. Ez nem jó a magyar vásárlónak, mert nem a legfrissebb, legjobb minőségű árut kaphatja, nyilván nem jó a magyar termelőnek, konkrétan például a tejjel foglalkozóknak nyilván. Sokat elmond a hétfőn elfogadott módosításról, hogy azt a szakbizottság és a parlament is egyhangulag támogatta. Mostantól vissza lehet ározni egy sikertelenül piacra vezetett terméket, de megjelent a diszkriminatív árazás tilalma is a módosított törvényben. A termékszármazási országa szerint nem lehet megkülönböztetni a terméket, mikor az ár képzés megtörténik, tehát ugyanazt az árrést köteles alkalmazni egy import termék és egy magyar termék vonatkozásában. Ez pedig jellemzően a tej esetén fordult elő, hogy a kereskedők amiatt, hogy a magyar beszállítókkal szemben jobb alkupozícióba kerüljenek, egy nyomott mennyiséget értékesítettek csak a magyar termékből, azért, hogy a tárgyalások során egy jobb alkupozícióba kerüljenek. Ha a mostani módosítások beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, és valóban jót tesznek a magyar vásárlóknak, beszállítóknak és kereskedőknek egyaránt, akkor később további változtatások várhatóak a törvényben.